Szeretettel köszöntöm körünkben dr. Korszenczi Richárd atyát, halmazott Tihanyi fejvérből, aki ebben az évben Szent Benedek rendjét hozzájárult hozzánk ide Patra kocsuk ünnepén, hogy egy kicsit jobban is megismerhessük őket, megismerhessük a rendet, azt a közösséget, amelynek azért tudunk ennyit a történelmi tanulmányainkból, hogy oroszlán része volt abban, hogy magyar népünk Szent István idejében katolikussá kereszténységre. Búcsúra jöttünk a búcsú ünnepére, Szent Háromság vasárnapján, amikor itt ünnep ezt a titkát ünnepeljük, Istennek azt a nagy szeretetét, hogy a belső legnagyobb titkát is megosztotta velünk. Mi szentmisében ünnepeljük. Jézus Krisztus áldozatát jelenítjük meg. Ennek kegyelmében áldásában szeretnék részesülni. Kérem a jó Istentől, hogy ennek a nap, ez az ünnep legyen valóban számunkra kegyelmi szerző. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A pátornak, ilyen atyának szívből köszönöm a meghívást. Örülök, hogy együtt ünnepelhetünk ezen a szép napon. Tihanyból jöttem, amelynek alapító levele az egy és oszthatatlan Szent Háromság nevében kezdődik. Isten, kit a bölcs várműszer fölött nem kér, csak titkon és lelked, óhajt a sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinted. Mi vagyunk együtt a templomnak ünnepén, kirisztárgya, kirje, nem csak a kőből épült templom, hanem Isten szent egyháza. Hogy valóban olyan egyházzá biztonságot adott közösségé épülhessünk, amely erősítést jelent minden embernek. Ezért most közös ünneplésünk kezdetén tekintjük magunkban, bánjunk meg bűneinket, hogy valóban tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szenvedésének, halálának és föltámadásának titkait. Mondjuk közösen, jó van!
háromság dicsőségét megismerjük, és a bölcséges hatalmú egyisten imádjuk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keresztségben, Isten, mint örökkön örökkéig. Dicsekszünk a reménységgel, hogy az Isten dicsőség részesei
De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is igyekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbálunk elég, a kipróbál elégből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáll a szívünkbe az Isten szeretete. Ez Thank you.
titok a saját életünk, hogy hogyan történik a születésünk, és hogy hogyan történik a halál, azt már kérdésbé, de ezt természettudományos módon lehet írni. De hogy végül is én miért 1941-ben születtem, és miért éppen Magyarországon, és miért nem 200 évvel ezelőtt, arra nincs válasz. És ugyanígy vagyunk mindannyian. Itt és most élünk, ez a mi életünk, és amennyi kinek-kinek hátra van, az mind ajándék és lehetőség. Az életünket nem egyedül élünk. A másik ember nélkül meg se tudnánk szólalni. Zerc Zoltánnak van egy nagyon szép szerelmes verse, amely a következőképpen kezdődik: hajolj fölé, bárhol vagy is, mert ha egy pillanatra is elveszítem az arcod, elveszítem az arcod. Hajolj fölé, mert nincsen arcod, hanem hajolj fölé az arcod. Mi az életünk érdekes módon összefüggésben áll a másik emberrel, és az egyik legnagyobb csoda, amikor egy, bocsánat, hogy így mondom, mi használ ember, pici, csecsemő, világra, ha rámosolyog az édesanyja, édesapja, egyszer csak vissza mosolyog. Közösségben vagyunk egymással. És rendkívül fontos az, amit úgy hívunk, hogy család. És minden közösségnek a forrása az Isten. Jézus tanítása szerint az Isten nem bűvös magány, hanem élő szeretet. És a Szent Háromságra tulajdonképpen ez. 1958-ban volt, hogy egyik nagyanyámnak, apai nagyanyámnak mondtam, hogy nagyon én valószínű szerzetes leszek, bencés leszek. Rám nézett, elsírta magát, mert fiacská, a mai világban. Erre én, mint a fiam, panasz gyerek, oda vágtam neki, hát nem tettek arról, hogy apám a nától szült el, amikor. Mindig mai világban, kivételen. Szent István idejében is mai világban, az első világháború idejében is mai világban, és ma is mai világban, amiben vannak öregek, vannak fiatalok. Mi az, hogy szerzetes? Az valamiféle furcsa lény. Nagyon sokszor találkoztam újságírókkal, ugye Tihanyban egy közösség vezetésének a felelőssége volt az enyém, illetve 10 éven keresztül a Pannonhalmi Gimnáziumnak voltam igazgatója, tehát nagyon sok, mondjuk így kívülálló emberrel találkoztam. Valaki ajándékozott egyszer egy nagyon szép képet a Tihanyi apátságnak, címet Pannonia Sacra, a nagy Magyarország határok nélkül tele virágokkal. Pannoniában nőtt híres szép viola, van ilyen nézőként Pannonia virágos kertje, ő személyesen akart ezt látni. Ez az ember egy nagyon gazdag ember volt. Jött feleségével, vagy társával, vagy párjával, nem így kérdezni, hogy kivel jön. Elkezdte kérdezni, hogy hogyan élnek itt, mit csinálnak. Mondom, reggel fölkerülünk, ők viszonylag korán, közös imádságunk van, nagyon fontos a közös imádság. Délben összegyűlünk, közös imádság van, zoltárokat imádkozunk, himnuszt énekelünk. Utána van egy közös ebéd, együtt ebéd étkezünk. Aztán este megint van közös imádság, és van közös vacsora, közös asztal, és
mit csinálod, hogy egy kicsit élni akarnak? Mondom, reggel fölkelünk, imádkozunk, megy ki a maga munkájára, a délén már megyünk, ebédünk együtt vagyunk, délután is ötvek az időszak, pihennek egy kicsit, de mégis amikor élni akarnak. Nem tudtam, hogy mire megy ki a játék, most már sejtem. Senki az ég világon nem kényszerített arra, hogy reggel fölkerüljön, közös imán legyek, azt a munkát végezze, amit az előrejáró rám szabott, önként is szabad. Általában kamasz fiúknál szokott nagyon bejönni az, amit én most elmesélek, bocsássanak meg, lehet, hogy 10 percig hosszabb lesz, hogy már most is, közelítjük a 10 percet, de hát egy évben egyszer van templom napja. Hadd meséljek. Mi volt az a legnagyobb sebesség, amikor én saját magam autót vezettem, amikor még szerettem autót vezetni. Mondják a fiúk, 150 több. Tegnap is volt, nem szabad, de több. Olyan helyre gondoljunk, ahol nincsen sebességkorlátozás. 190 több. 200, több, 220, több, és akkor attól függ mennyi az idő, szép lassan 245 km per óráig ellicitálunk. Ez Németországban van, volt. Úgy történt, hogy én Németországban jártam a szamarával, azzal nem is lehet olyan gyorsan menni. Miről beszélünk? Németországban voltam egy szamarával. A Bananami Gimnázium testvéri iskolájában. Egyik civil tanár kollégájának van egy jó barátja, a Hegemer úr, akinek van egy Volkswagen Salon. Meglátta a fehér szamarát, atya, az én embereim ebben az autóban egy tetőablakot bevágnának, ha elfogadja. Persze, milyen nagyszerű lesz, fehér szamara, ki is lehető a tetőablak, fel tudunk állni benne, mint a Szentpéter téren. Megfutkadozni fognak az idítségtől. Holnap 10 óra, rendben, holnap 10 óra korot. Másfél óra, hogyha még ezt megcsinálják, menjenek sétálni, vagy igyanak egy kávét. Barátommal indultunk a kávé irányába, Hegemer úr utána, atya, van itt egy bemutató Porsche. Nincs kedve kipróbálni? Az én fiatal kalandvágyó ember voltam, menjünk. Ki az autópályára, 190, 200, 220, parkoló, vagy a cseréjén beülök, biztonsági felvajon, becsukom, rá a gázra, a harmadikban már 150, negyedikkel 190, ötödikkel azért a 200-at, a csereség 210-220, így szűkült le előtte az autópályára is küldtek el, az előtte döcögő autó. Na, ott van egy kiállat, leveszem a gázról a lábamat, föl a hídről vissza, és 220-szal vissza döcögtünk a mesetei kiállói. Gyerekek, miért tudtam én ezt megcsinálni? Azért, mert ott volt a Porsche. Álljon meg a bennet. Nem. Kellett az eszköz, de ez önmagában kevés. Fel tudtam állni én a Porsche-ban? Porsche-ban föl sem lehet állni. Na, de kérlek. Ki kényszerített engem arra, hogy ne tudjam felállni? Néztem hátra? Nem. Na, miért nézett volna hátra? De kérdez, megtiltottam, hogy nem valami. És sok mindent lehet mondani, hogy mi mindent nem lehet csinálni a Porsche-ban, de lehetett menni 245 km sebességgel előre egy célba. Mire szabad az ember? Arra, hogy önként és szabadon lekösse magát. Egyébként, amikor esküvők van, és időjön a pár férfi és nő, fölteszi a papa kérdést, szabad elhatározásból jöttél ide? Szokták mondani, mennyi mindenről le kellett mondani a nagyjából. És én a következőt mondom, bocsássanak meg, lehet, hogy nem fogják érteni, nem lemondtam, hanem bántottam. És így van ez a házasságban is. Ami
amikor vállalja egymást a fél és a feleség, holtomikkal, holtáinkkal, akkor nem lemondott a világ összes többi férfiáról vagy nőjéről, hanem vállalta azt az egyetlen egyet, akinek aztán ki tudja mondani, hogy drágám vagy kincsem. Valahol itt van az élet titka, és a szerzetességnek is valahol itt van a lényege, önként is szabadon vállalok megkötöttséget, lekötöttséget, hogy egy közösséghez tartozom, egy olyan közösséghez tartozom, amelyikben együtt vannak fiatalok és öregek. Szentbenedek atyánk ír egy szabálykönyvet a szerzetesek számára, amelyben sok mindent meghatároz, aminek központi fogalma a rendnek. Mindennek legyen meg a rendje. Legyen meg például a heti takarítás rendje. Legyen meg a zsoltározásnak a rendje. Legyen meg minden kivétel és következő mondja, a fiatalok az idősebbeket tiszteljék, az idősebbek pedig a fiatalokat szeressék. Manapság olyan világban élünk, ahol szinte mindenkinek jogászi strófra jár az agya, és azt mondja a gyerek, hogy ha ő neki, hogy nekem kötelessége tisztelni az öreget, akkor az öregnek is kötelessége tisztelni ennek. Az idős viselkedjen úgy, szeresse a fiatalabbat, hogy tiszteletre méltóvá tudjon ezáltal válni. Nem azért szeretne, hogy tiszteljék, hanem azért, mert különbözőségünkben kell elfogadnunk egymást. Minden közösségnek a forrása az Isten, a Szent Háromság. És ha valaki Szent Benedek családjához csatlakozni akar, Szent Benedek figyelmezteti a társakat, hogy jól vizsgálják meg a jelentkezőt, hogy vajon valóban az Istent keresi. A bencés szerzetesség nem célcsoport. A bencés szerzetesség családi állapot, közösségben, közös imádságban, közös felelősségben, vagyonközösségben. Valahogy találkoztam valakivel, egy asszonnyal, akinek a fia egy ideig szerzetes volt. Jaj, szegény kisfiam, nem lesz utána, nem marad utána semmi, semmi birtoka nem lesz. Hát mit visz magával az ember a halál után? Teszem fel a kérdést. És vajon attól lesz ember az ember, hogy minél többet birtok? Ez mind az én. Ez mind a mi. Különböző emberek vagyunk, nem csak fiatalok és idősek, képzettek és képzetlenek. Szentbenedek atyánk regulája az 5.-6. század fordulóján készül. A szerzetesség nem célcsoport. Örülök annak, hogy itt önkéntes tűzoltókat látok. A szerzetesség például nem tűzoltó egyesület. De egy alkalommal Németországban járva, Münsterstadtban, Würzburg mellett, Zsolosban ott vagyunk, és megszólal a sziréna. Kegyetlen hangja van a sziréna. A szerzetes testvérek tovább éneklik a zsoloznát, 8 ember fölpattant és kimentek. Utána érdekelt, hogy mi? Ezek a mi önkéntes tűzoltóink, és alig hanem a napropáján van valami, és mentek a szolgálatba. Ezen a családi háttérrel lehet például tűzoltó valaki, lehet tanár valaki, lehet orvos valaki, lehet kutató, művész, autószerelő. A Leander testvér Münster Schwarzachban az egyik legjobb autószerelője volt a környéknek, és igyekeztek oda küldeni fiatalokat mellé, hogy ő nála tanult meg.
szerzetesi közösség, az, hogy felelősséget vállalunk egymásért, és jelen vagyunk egy üzenettel. Ha valahová betértek egy házba, mondja én most a tanítványom, mondja azt, hogy békesség ennek a háznak. Szokták mondani, hogy a bencsések jelszava imádkozzál és dolgozzál. Én azt szoktam mondani, tévedés, ezt rólunk mondják, kell imádkozni, igen, közösségben is, személyesen is, és kell dolgozni, sokféle munka kell. De a legfontosabb, hogy hirdessük a békét. Ha valaki bemegy egy bencés apátságba, valahol mindenképpen találkozni fog ezzel a szóval, hogy pax, béke. Szent Ágostonnak a meghatározása a békéről. A béke az a nyugalom, ami a rendből, a rendezettségből származik. Ha mindenki az, ami. Ha mindenki meri önmagát vállalni egy közösségben, egy családban, akkor lesz béke. És nem hagyok el. Nem gondolom, hogy ez is fölösleges, az is fölösleges. Életemnek volt egy keserves éve, amikor kezdő tanár voltam Győrben, akkor nagyon sokat kritizáltam az ételt. Nem magam miatt, hanem hogy én felelős vagyok a diákjaim miatt. Diákjaim, hogy lehet ilyen moslékot adni? Ez nem étel. Előjárói bölcsök voltak, azt mondták, olyan nagy a szál, következő évtől te vagy az élelmezésed. Hát meg tudtam különböztetni a rántottát, meg a lágytojást, a zsömlét, meg a pirított kenyeret, a leves, meg a főzeléket, de nem mindig, de szerencsére az élet valahol a végeken zajlik, és voltak ügyes, talpulesen szakácskénik, akik meg tudták csinálni, amit meg kell. Voltak ilyen kardonok, ahol a 50-re, 100-ra, 200-ra, 250-re, 300-ra főzünk, akkor cukorból, lisztből, mágból, húsból, stb. Ebből, abból, ahol ennyi kell. Bizonyos dolgok pirosan alá voltak húzva. Engem nagyon érdekel. Árulják el nekem, miért van az alá húzva pirosan? Tudja tanár úr, hogyha azt, ami pirosan kív alá van húzva, kihagyjuk, akkor az étel még mindig az, aminek mondják. Értik? Spórolós idő. Mákosgubát lehet csinálni vízzel, és nem kell hozzá szükségében tej, és így tovább. Mi az, amit el lehet adni? Brüsszelben vagyok, repülőtéren, szeretek a repülőtéri könyvesboltokban bóklászni, érdekes dolgokat lehet ott találni. Általában úgynevezett top menedzsereknek való életalapítás vagy üzemszervezési szakkönyveket. Érdekeltek ezek. Egyszer két órával korábban kiértem, be tudtam csekkolni, ahogy ezt mondják, betettem az apum belső zsebébe a beszállókártyát, megvettem egy könyvet, beletemetkeztem, aztán egy óra múlva megyulok és kiveszem a beszállókártyát, és olvasom rajta, Mr. Bozsenyovszki, Prága, Kuba, Bajon. Hát a kisasszony, de mentem vissza, alig hanem bebillentette a számítógépbe az első három betűvet, és nyomott egy entert, a gép pedig kiköpte neki az ABC-ben rendezett beszállókártyák közül az elsőt, amelyik történetesen a Kozsenyovszki úré volt, aki Prágába készült. Persze a bőröndön, mint Kozsenyovszki tulajdon, elment Prágába, és egy két hóban kaptam meg, ütött kopottam, de megkaptam, és akkor úgy eltűnődtem, hogy mi az, ami belőlem elhagyható. Meddig vagyok én az, ami? És akkor érdemes elgondolkodni arról, amit úgy hívunk, hogy identitás, digatos. A szerzetesség nem azt kívánja, hogy adjam föl magamat, hanem azt kívánja, hogy vállaljam magamat gyöngeségeimmel és tehetségeimmel. A különbözőség, a sok különböző adomány,
és a közös, különböző tudást összeadjuk, és lesz belőle egy nagy egész. Nem kultúra őrző az is, de kultúrát teremtő, ahol megjelenik egy szerzetes közösség, nem célcsapat, hanem ez az életforma, ott megjelenik a kultúra három különböző síkon. Megjelenik spirituális síkon, mondjuk így az imádságnak a síkján. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan imádkozom, hogyan viszonyulok én teremtett voltamban a teremtőhöz, spiritualitás kultúrájában. Aztán kell tudni olvasni, írni, számolni, énekelni. Vannak, akik emlékeznek rá, hogy négy szakok, a művészet, a középkori iskolai tudományok szakok. Igen, megjelenik a szellemi kultúra. És mindent úgy kell elrendezni, mondja a Szentlélek Atyán, hogy a kolostor falain legyen minden, malom, kert, hogy ne kelljen csatangolni a szerzeteseknek, mert az nem válik mindig a javukra. Nagyon bölcs volt. De azt is mondja, hogyha valakit útra küldenek, adjanak neki valamivel javulvát, de amikor visszajön, ne meséljen ő mindent, amit kínálhatott, mert nem biztos, hogy mindenkinek épülésére szolgál. Így van. Megjelenik a gazdasági kultúra, ez a harmadik szántás, vetés, földművelés, különféle tevékenységek, és egy építések, és egyáltalán nem mindegy, hogy a dolgoknak milyen a hogyan, milyen a megjelenés. Szerzetesség, életforma. A bencés szerzetesség nem célcsoport. Magyarországon 1802 óta foglalkozhattak a bencések iskolai munkával, és ekkor vált úgynevezett tanítórenddé, és 1950-ben felosztották a bencés rendet is, voltak iskoláink Kőszegen, Pápán, Esztergomban, Komáromban, Budapesten, Csepelen, 1950-ben visszakaptuk Győrt és Pannonhalmát, és leszűkített keretek között élhettünk, még a lelki katolikusra is tilos volt számunkra. Most a rendszerváltozás után újra élhetünk, és nagy óvatossággal tapogatózva próbálkozunk például kertészettel, gyógynevű kertészettel. Tihanyban levezünk a földünk, éppen most virágzik. Vagy Bakonybérben egy visszavonultabb, csendesebb, szemlélő élettel. Győrben egy kifejezetten iskolára irányuló közösségben. Kedves testvérek, sokat lehetne beszélni, de már szeretnék elővenni a legyezőket, úgy érzem, már is megadom a hozzá az engedélyt, kiki a saját kedvtelése szerint működjön. Nagyon remélem, hogy valamit megsejtettem abból, hogy mindannyian kivétel nélkül különbözőségünkben el kell fogadnunk egymást. És a szerzetesség nem valami rendkívüli, hanem egy egészen sajátos élet lehetőség. Számítógép, jön az újságíró, mit keresed itt? Na, ha nem írom le, bőrbe önnek, akkor majd maga fogja pötyögetni, hogy van. Jön meg, megkaphatom az interjút. Persze, megkaphatja. Szentgenedek írótáblát adatott minden szerzetesének. Akkor, amikor a virágbeliség még nem volt minden napon. De kell korszerű módon bánni a korszerű technikával, és felhasználni arra, hogy mindennek megtegyen a maga rendje, és minden az legyen, ami, és minden ott legyen,
béke lesz a szürke közösségemben, és béke lesz a társadalomban. Tulajdonképpen ez a küldetésünk. Nem az, hogy menjünk ki, hanem az, hogy legyünk valahol jelen, ahol megtalálják. Igen, itt olyan emberek vannak, akik ugyanúgy esendőek, mint mi, de valamit keresnek. És de jó volna, hogyha velük együtt tudnánk mi is keresni az élet titkát, és megsejteni azt, hogy van rá válasz, amit Jézus adott, hogy ő az út, az igazság és az élet. Álljunk fel, és hogy megsétünk. Hiszen az egyesült. Legyenek a Szent Háromság körül békéjének részesei. Kérjük, kérjük, kérjük.
kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Uram, fogadd el tőlünk a hálaáldozatát azért a sok kegyelemért, amit ebben a templomban adtál gyermekeinknek. Legyen ez a szent hely az áldás és kegyelem forrása, ahol erősödik hitünk, reményünk és szeretetünk a te dicsőségedre, embertársaink és lelkünk javára. Krisztus, ami múlt által. Amen.
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented még ezt a dolgományt, áldozd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésén, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből a mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Itt van köszönöm. Jézus Krisztusnak dicsőséges.
Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitőt. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk. Thank you.
Könyörögünk. Urunk Istenünk, a szentségtétele és az örökké való egy és oszlatatlan szent háromság megvallása szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségére. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvérek, köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk. Imádságaikat kérem tihanyi közösségünkért, hogy legyenek mindig fiatalok, akik bátran elkötelezetten vállalják a szolgálatot, előjáró és regula vezetésével, akik egész életükben keresik a békét és törékenységük ellenére megpróbálják továbbadni az embereknek, hogy mindenki részese lehessen annak a békének, amit Krisztus hagyott rám, amit a világ nem tud megadni. Drága elárultam, ez a napja szerint ajándéknak emlékét itt a közösségedbe, és ez az angyali különbözetet áldozat a szoborosokban, vigyázzon rá, thank you.